Üdvözlöm Tanás Ferenc József urat, aki a Magyar Villamosmérnökök Egyesületének külkapcsolati alelnöke. Hibáztam szerintem a szervezet kimondásán, MAVE próbáltam megfejteni a rövidítést. Üdvözlöm, igen, a MAVE, a Magyar Villamosmérnök és Informatikus Hallgatók Egyesületének a rövidítése. És Felföldi Zsolt, egy versenyző, CH24 jelzéssel. Egy olyan 24 órás nemzetközi programozó versenyről beszélünk, általában véve egy olyan versenyről beszélünk, amit halandók nem szoktak érteni. Szerintem halandó még akkor sem nagyon értette volna, hogy miről van ott szó, hogyha oda megy a verseny helyszínére, csak azt látta volna, hogy emberek lázasan valamit csinálnak számítógépekkel, de hogy pontosan mi, azt nem. Mit csináltak egészen pontosan? Hogy néz ki egy programozó verseny? Jó reggelt kívánok én is. Hát az a helyzet, valószínűleg ez így van, aki nemnek nincs köze a szakmához, nem igazán érteni, hogy pontosan mi történik ott, de tulajdonképpen ugyanolyan földi halandók vagyunk mi is, mint bárki más. Azt csináljuk, amit szeretünk csinálni. Mondjon egy konkrét példát. Milyen egy ilyen versenyfeladat? Rengetegféle versenyfeladat van. Ami nagyon visszatérő, gyakorlatilag minden évben előfordul valamilyen mesterséges intelligenciás feladat. Tehát írnak a csapatok programokat, és ezek a programok játszanak akár valamilyen játékot egymással. Idén volt olyan feladat, hogy programot kellett írni, amivel Tetris játékot játszottak egymással a És mennyi időt kell ezt megcsinálni? Hát az egész versenyidőtartama ugye 24 óra. De nem csak egy feladatról van szó. Nem, rengeteg feladatról van szó. Mindegyiknek pontértéke van, van amelyiknek fix pontértéke, van amelyiknél, ha ugye egymással versenyeznek a csapatok, attól függően ki mennyire jó eredményt ér el. Általában annyi feladat szokott lenni, hogy a legjobb csapat se tud mindent hibátlanul megcsinálni. Így ezek alkalmasak arra, hogy mindenkinek lemérjék a teljesítményét. Tanács Ferenc József, ugye egy egyesületnek mi a biznisz egy ilyen versenyben tulajdonképpen? Mi az érdekeltsége? Alapvetően a MAVE, azaz oktatás, az ipar és a diákság összekapcsolásával az utóbbinak egy kiegészítő oktatást biztosít. Különféle szemináriumokat, workshopokat, továbbképzéseket szervezünk, valamint 11. alkalommal szerveztük már meg a BML nemzetközi 24 órás programozó versenyt, és ezzel is úgy gondoljuk, hogy többet adunk a diáságnak, hiszen ez egy plusz megmérettetés, amelyen részt vehetnek. És a piacnak? A piac... Mert megmondom őszintén, én azt hittem, hogy máshonnan közelít. Mert azt gondolom, hogy egy ilyen versenyen azért ott vannak megfigyelőként a lelátón azoknak a cégeknek a képviselői, akik szeretik a jó programozókat, mert azokkal lehet rettenetesen komoly dolgokat előállítani a piacon. Ez nem egy titkolt dolog, idén is a legnagyobb vállalatirányítási rendszereket fejlesztő cég támogatásával valósult meg a verseny. Ez nekik is egy biztos próbatétel, aki egy ilyen megmértetésen jól szerepel, az biztosan a valós életben is megállja a helyét. A diákoknak is ez egy nagyon jó dolog, hiszen visszacsatolást kaphatnak a tudásukról, felkészültségükről, de úgy gondoljuk az egyetemeknek, hiszen például a BMN van helyileg is a versenynek a döntője, de a Pázmány Péter Katolikus Egyetem diákjai is sokat segítettek a szervezésben. Egy jó dolog, hiszen a diákjai bizonyíthatnak nemzetközi szinten, hogy kellően felkészültek. És hát az intézmény hírneve. Persze, mindenképpen sokat nyom alatba. Visszatérve a dolognak a másik oldalát, tehát akik itt nyertek, azoknak mennyire tudják figyelni a pályafutását, tehát valóban meg is keresik őket ajánlatokkal? Mindenképpen szoktunk visszacsatolást kérni a támogatóinktól, valamint a versenyzőktől is, és elég aktív kommunikáció folyik e két fél között. Idén az első csapat egy svéd csapat lett, nekik konkrét szponzoruk is van, úgyhogy már egy vállalat áll mögöttük. És a magyarok hogy végeztek? A magyarok is igen szépen végeztek. Itt a társam ékes bizonyíték. A legjobb helyet, a negyedik helyet szerezték meg a magyarok, de ötödik és hatodik helyen is magyarok szereztek. Összesítve ez nagyon jó eredmény. Tavaly egyénibe, mármint úgy, hogy egy csapatot nézünk, volt egy második helyezésünk, amely csak BMS hallgatókból állt. Erre nagyon büszkék voltunk. Idén viszont összesítve értek el nagyon jó eredményt a magyarok. Itt tudni kell, hogy ez már a Európa második legnagyobb programozó versenyén nőtte ki magát. Több mint 1000 versenyzővel indult az elődöntő, amely egy online 5 órás megmérettetés.
és utána a legjobb 27 csapat nyer meghívást a döntőre, valamint a tavalyi első három helyezett. Úgyhogy ez egy nagyon szép teljesítmény. Van is visszhang egyébként, hogy belenézegettem az internetre, tehát azért erről tudnak. Tehát elég komoly. Persze, szerintem nagyon sok média megjelenésünk van. Elég komoly topik gerjesztés is folyik ezzel kapcsolatban, de Zsolt, mi az érzésed? Tehát az igazak azok a hírek, mert én azt hallom, hogy azért programozásban elég erősek vagyunk mi magyarok. Tehát elég komoly dolgokat tudunk létrehozni. Elég jól jegyeznek bennünket nemzetközi szakmai szinten. Ez így alapvetően igaz, és ez a 24 órás versenyen is megjelenik, más nemzetközi versenyeken is az ország méretéhez képest, tehát a programozó kínálathoz képest elég jó arányban szoktunk eredményeket elérni. Természetesen nem szabad, hogy ettől a fejünkbe szálljon a dicsőség, hiszen mindig teljesíteni kell, és nagyon jók, vannak más típikusan jól szereplő országok is, de abszolút megvan minden lehetőségünk arra, hogy mi ezen a téren alkossunk valamit. És magukra mennyire, ugye itt az előbb Zoltán mondja, hogy József mondja, hogy igazából a svédeknek már szponzoruk van, úgy jönnek. Most például maguk, hogyha jó eredményt érnek el egy ilyen versenyen, akkor a magyar piacon kicsit megmozdul a víz maguk körül? Vagy inkább a külföldiek kacsingatnak? Meg szoktak keresni ilyen esetekben, én is vettem már részt ezen a versenyen és hasonló versenyeken is, meg szoktak utána keresni, hívtak már a világ legjobb munkahelyének mondott cégtől is, hívtak engem már interjúzni, úgyhogy, ha jól tudom, nem szabad cégneveket mondani, minden esetre... Megköszönném. Igen? Tehát ezek szerint megéri jól szerepelni a versenyen. Megmondom őszintén, én ebben a pillanatban nem azzal a céllal indultam el, hogy találjak magamnak egy új munkát, mert éppen... Hanem meggyőzni akar. Mert ez egy olyan dolog, hogy jelen kell lenni a szakmában, hogy tudjanak rólunk, hogy ha később szükségünk van arra, hogy valaki szóba álljon velünk, akkor szóba álljanak velünk. Tanács Ferenc József és Felföldi Zsolt, köszönöm, hogy itt voltak, és hát mit tudnék kívánni? Hát jövőre ugyanilyen sikeres versenyt, és azból a második helyből legyen lassan majd első. Azon leszünk. Verseny. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.